Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. március 6-án, szerdán, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Barátias légkörben telt Boeldit képviselő lakossági fóruma. Szlovák Pál folytatja a lakossági fórumok sorát. Több száz versenyző érkezett az országos Grempling bajnokságra. Boeldit a 8-as számú választókerület önkormányzati képviselője február 29-én megtartotta első lakossági fórumát a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Február 29-én Boeldit a 8-as számú választókerület önkormányzati képviselője megtartotta első lakossági fórumát a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A lakossági fórumok kiemelt célja, hogy tájékoztassák elsősorban az adott területen élő lakókat az újításokról, melyből nem volt hiány az elmúlt időszakban a 8-as számú választókerületben. Azt gondolom, hogy egy szerencsés körzet vagyunk Kiskörös városában. Nálunk elég sok beruházás történt, ugye, ha nem is konkrétan a 2023-as év, de valahol most érezzük még ennek az eredményét. A Körisfa óvoda egy nagyon szép óvoda, egy nagyon nagy létszámú óvoda. Mondhatom, hogy talán Kiskörös város legnagyobb óvodai intézménye sikerült itt kialakítani, aminek jelen pillanatban is még folyamatosan mindig bővülő, főleg az energetikai megújulás terén napelemek felhelyezésével, és mindig valamivel egy picit tudjuk még bővíteni ennek az óvodának a környezetét szépíteni. A fórum során szó került a záportározó tó folyamatos fejlesztéséről is, melynek elsődleges célja a csapadékvíz összegyűjtése. Nagyon sok beruházás érkezett a záportározó tóhoz. Ott kialakult egy nagyon jó közösségi tér, egy rekordtán futópálya került kiépítésre, a gyalogosok, sétálók részére térkövezett gyalogút végig a tó körül. Ivókutat alakítottak ki, és itt még nem áll meg a beruházás. Mindenféleképpen tervben van egy mosdónak a kihelyezése, ami a Körisfa park lakóparkhoz hasonlóan, a parkhoz hasonlóan egy konténer jellegű mosdó lesz, és az ide látogatók ezt fogják tudni használni. A lakossági fórumot megelőző testületi ülésen a lakosok jelzésére reagálva a városvezetés ígéretet adott a Klapka-György utcán egy hosszabb járdaszakasz kiépítésére, hiszen az óvoda miatt megnőtt a gépjármű és a gyalogos forgalom is. Többek közt ezen tervekről is Domonyi László polgármester tájékoztatta a fórumon megjelenteket. Műszaki dolgokat egy picit néhol leszűkíti egy-egy villanyoszlop, egy-egy ültetett fa. Ezek amennyire lehet módosulni fognak, sajnos fakivágás fog történni, mert muszáj lesz, de mindenféleképpen a járda meg lesz építve. A 8-as számú választókerület fórumán dr. Tartott Zsolt rendőralezredes is jelen volt, aki tájékoztatta a résztvevőket, hogy Kiskörös közbiztonsága kiemelkedő, így kevés az esély, hogy bárki bűncselekmény áldozatává váljon, de beszélt az online csalókról is. Sajnos nagyon sokan online csalás áldozatává válnak, hát főként erről szólt a figyelemfelhívás, és jelezte kapitány úr, hogy semmilyen mértékben senki ne adja ki a bankkártya adatait, mert ezt sem banki alkalmazott nem fogja kérni egy telefonos egyeztetés alapján, sem maga a bank, úgyhogy mindenféleképpen arra figyelmeztetett, hogyha bárkit ilyen megkeresésért, akkor azonnal értesítést tegyenek, és semmilyen formában telefonon ne adják ki a bankkártya adatokat.
Boedit elmondta, hogy a lakossági fórum végére egészen baráti kapcsolat alakult ki a lakosok és közte, valamint szintén megemlítette, hogy akiket még nem keresett fel a gondosóra program kapcsán, ne aggódjanak, mert az elkövetkezendő napokban, hetekben erre is sor kerül. Szlovák Pál a 6-os számú választókerület képviselője folytatja a 2024-es lakossági fórumok sorát. Március 12-én kedden 18 órára várják a körzet lakóit a Petőfi Sándor Művelődési Központba. Március 12-én Szlovák Pál önkormányzati képviselő folytatja a lakossági fórumok sorát. 18 óraig kezdett el a Petőfi Sándor Művelődési Központban, melyre várják a 6-os számú választókerület lakosait. A Baross utca, Rákóczi utca saroktól befele a Madách utca határvonalán végigmenve ez a körzet, a 6-os számú választókörzet. Az eseményen résztvevőknek lehetősége lesz kérdezni a Kiskörösi Rendőrkapitányság képviseletétől, valamint városunk polgármesterétől, aki többek közt beszámol a város pénzügyi helyzetéről és a fejlesztésekről is. A körzet képviselőjétől pedig a lakosok a közvetlen lakókörnyezetüket érintő fejlesztésekről tudhatnak meg több információt. Két fő nagy beruházás volt a körzetünkben, az egyik az aszfaltozás, a Délibáb utca fő vonalán történtek aszfaltozások, valamint a közvilágítás megújítása, ami még jelenleg is folyik körzetünkben. Tehát március 12-én 18 óraig kezdett el Szlovák Pál várja a 6-os számú választókerület lakóit a Petőfi Sándor Művelődési Központban. 2004 óta ünnepeljük Európában a logopédia napját március 6-án, mely során országos, valamint európai szinten is felhívják a figyelmet a beszédnevelés fontosságára. A Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat kiskörösi tagintézménye nyílt órákkal, valamint kerekasztal beszélgetéssel készült a logopédia napjára. A logopédia a hangképzési, beszéd és nyelvi zavarok terápiájával és vizsgálatával, valamint ezek megelőzésével foglalkozik. Európában 2004 óta ünnepeljük március 6-án a logopédia napját, mely során országos, valamint európai szinten is felhívják a figyelmet a beszédnevelésre. Ilyenkor nyílt órákat tartunk itt például Kiskörös térségében, illetve egy kerekasztal beszélgetést szervezünk most már második éve, ahová a környező logopédusokat meghívjuk, és itt tudunk egy kicsit kötetlenebbül együtt lenni, szakmai témákról beszélgetni. Illetve egy versmondó pályázatot is hirdettünk. A Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat kiskörösi tagintézmények dolgozói kötelező logopédiai szűréseket végeznek a környező települések óvodáiban. Az első szűrésre 3 évesen, kis csoportos korban kerül sor, mely során azt vizsgálják, késik-e a gyermekbeszéd fejlődése. A következő szűrés 5 évesen, nagy csoportos korban, az iskolába lépés előtt történik. Ha pedig beszédfejlesztésre, logopédiai terápiára van szüksége a gyermeknek, akkor a logopédusok többféle eszköz igénybevételével segíthetnek. Leginkább könyvek és képek segítségével fejlesztjük a kisgyermekeket, a kis csoportos korosztálynál főként könyvekkel, játékeszközöket is bevonva nyilván az ő életkoruknak megfelelően. A nagyobbaknál már sokkal inkább az iskolához közelítve, asztal előtt, tükör előtt nyilván gyakoroljuk az artikulációt, és esetlegesen bevonunk már digitális eszközöket is, digitális feladatok is vannak például az auditív differenciálásra, két hang megkülönböztetésére, és ezt szokták szeretni nagyon a gyerekek. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre több gyermeknek van szüksége logopédusra, hiszen nagy mértékben nőtt a megkésett beszédfejlődésű gyermekek aránya, amely főként a digitális eszközök túlzott használatának is köszönhető. Sokkal kevesebbszer játszanak a gyermekeikkel az édesanyák, sokkal kevesebb mondókát, éneket tanítanak nekik. Egyszerűbb megoldás mondjuk elindítani egy mondókás videót a telefonon, viszont ott nem látja az édesanyja arcát, nem látja az artikulációját, nem úgy fejlődik a beszéd, mint hogyha az édesanyjával szemben ülne, és mondjuk höcögtetné az ölében, és így mondana neki egy mondókát. Sokszor azt gondolják, hogy jót tesznek ezzel, mármint hogy mondjuk hasznos dolgot, nem butaságot nézett, mert mondókákat nézett a gyermekkel, gyermekverseket,
de nem ugyanaz a hatás, mint amikor személyesen az anyától hallja. A legtöbb szülő együttműködő a logopédus segítségének igénybevételekor, azonban vannak, akik félváról veszik a problémát, amely a nyelvi késés területén később nyelvi zavarokat, majd olvasás, írás zavarok kialakulásához vezethet. Március 3-án ismét megrendezte hagyományos mesenapját a Soltvadkerti Evangélikus Egyházi Óvoda. A résztvevő 40 kisgyermek között ott voltak a kiskörösi óvodák intézményeinek és a Kevi Harangvirág óvodájának mesemondói is. A 40 kisgyermek két csoportra osztva mérettette meg mesemondó képességét. A Soltvadkerti Evangélikus Egyházi Óvoda március 3-án rendezte meg idei mesemondó napját, ahová kiskörösi, csengődi, kiskunhalasi, kalocsai és szegedi óvodákból érkeztek a kismesemondók. Mivel a mese az életre tanít és segíti a gyermek énképének kialakulását, ezért fontos az evangélikus óvoda számára, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a gyermekeket arra ösztönzik, hogy foglalkozzanak a mesékkel és mondják el azokat bátran. Abban különbözik az előző évekhez képest, hogy eddig a középső csoportosokat és a nagy csoportosokat külön-külön csoportba osztottuk, viszont Istennek hála, most annyi mesemondó jelentkezett, egészen pontosan 40-en, és közülük a középsősök 8-an voltak, hogy a nagyok még így is nagyon sokan lettek volna, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor a középsősöket és a nagyokat egyaránt ketté osztjuk, és tulajdonképpen kettő mesemondó alkalom zajlott egyszerre az óvodában, két helyszínen. A mesék meghallgatása után a zsűri elvonult, hogy meghozza a cseppet sem könnyű döntését. Amíg a zsűri tanácskozott, a szervezők egy fergeteges táncházzal lepték meg a gyermekeket. A felkészült kis versenyzők igencsak feladták a leckét a zsűrinek, de a végén megszülettek az eredmények. Az eredmény hirdetésen a zsűri elnökök értékelték a mesemondók előadásmódját, a mesék sokszínűségét méltatták, és tanácsokkal látták el a gyermekeket. A Soltvadkerti mesemondó versenyen ott voltak a kiskörösi óvodák intézményeinek és a Kevi Harangvirág evangélikus óvodájának kismesélői is, akik szép eredményeket értek el a közönség soraiban ülő szülők és óvodapedagógusok nagy örömére. Az én csoportomból, a Halacska csoportomból két kisgyermeket hoztunk, sajnos egy lebetegedett, a háromból csak kettő tudott jönni, ők két kisfiú, Martinko Máté és Kárpi Hunor. És milyen eredményeket értetek el? Én is kiskörösre érkeztem a Batthyány óvodá, a Mici Mackó csoportból. Mi külön díjat kaptunk a nagy csoportosak körül, gyerekek közt. A Batthyány utcai óvodából érkezett gyerekek közül Martinko Máté harmadik helyezést ért el a nagy csoportosok kategóriájában. A kiskörösi Harangvirág óvodából érkeztünk, négy kisgyereket hoztunk a mesemondó versenyre. A meseválasztás úgy történt, hogy közösen a szülőkkel megbeszéltük, hogy melyik különleges mesét tudnánk erre az alkalomra kiválasztani, és úgy érzem, hogy a meseválasztás nagyon jól sikerült. Mind a négy kisgyerekre nagyon büszkék vagyunk. A Kevi Harangvirág óvodájából érkezett gyerekek közül Süveg Zoé első helyezett lett a mesemondó versenyen. Az eredmény hirdetésen nem csak díjazottak, de minden mesemondó óvodás névre szóló oklevelet és kis ajándékcsomagot kapott. Március 2-án a sportcsarnok adott otthont az országos grappling bajnokság első fordulójának, amely hatalmas érdeklődés mellett került megrendezésre, hiszen több száz sportoló küzdött meg egymással a nap folyamán. Az országos grappling bajnokság első fordulójára került sor március 2-án a sportcsarnokban. Az eseményen Szedmák Tamás, városunk alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd öt páston folytak a küzdelmek, amelyre az ország minden részéből érkeztek sportolók. 17-en indulunk velem együtt, az összes tanítványom. 5 szőnyegen, szóval folyamatosan mennek a tanítványai meccsei, szóval kócsolni is kell, de úgy döntöttem, hogy mivel hazai környezetbe tudok indulni, ezért végül is én is elindulok haladók közt 77 kilóba, felnőttek közt.
Újvári Máté egy győzelmet és egy vereséget tudhat magáénak, a versenyekre pedig több edzés alkalmával készült. Én itt Kiskörösön saját edzéseket tartok felnőtteknek, velük készültem nagyon sokat a saját tanítványaimmal, illetve ők is versenyeznek, szóval ők is fölkészültek. Egyébként pedig Dunaújvárosba járok heti 2-3-szor, mikor hogy edzésre ezen felül. A verseny lehetőséget biztosít a sportolók fejlődésére, valamint a tapasztalat gyarapítására. Itt tanul a legtöbbet az ember itt. Itt ami, mert ugye edzésen, zárt közösségbe edzünk, nyilván mi is van, hogy csak 5-6-an vagyunk, van, hogy 12-en, de ez egy kis létszámú edzés, nyilván nem is a saját korcsoportodba, a súlycsoportodba, és itt mindig találkozik olyan technikákkal az ember, amivel edzésen nem az a testalkat, nem az a súly, nem az a technikai repertoárra rendelkezik a csapattársad, szóval itt nagyon sokat lehet fejlődni. A versenyen több százan léptek a szőnyegre, akik gi grappling, no-gi grappling és gi open kategóriákban mérhették össze erejüket a nap folyamán. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Barátias légkörben telt Boedit képviselő lakossági fóruma. Szlovák Pál folytatja a lakossági fórumok sorát. Március 6-án ünnepeljük a Logopédia napját. 40 kisgyermek vett részt a Soltvadkerti mesenapon. Több száz versenyző érkezett az országos grappling bajnokságra. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon, vagy a közösségi médiában. A híradót követően Lélekemelő című vallási műsorunkat tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra! Villámhárító, tír elé! Romba! Ezt veri le a villám! Na majd én! Volt a falon? Pont otthon! Zombi otthon? Otthon is! Vajja! Ó, papá! Fogyó idő! Milyen egyszerű! Keresse az MFO védjegyet, válasszon minősített, fogyasztóbarát otthonbiztosítást!